Az elmúlt hétvégén a budapesti Arany Szamár Báb Színház vendégeskedett a Lendvai Művelődési Házban. Ezúttal az Erdők könyve című báb előadást mutatta be, amely Vas Albert mesé alapján íródott. Az Arany Szamár Báb Színház visszatérő vendégnek számít a Muravidéken. Az utóbbi években azonban a koronavírus járvány megakadályozta a látogatásait. Most azonban a báb művészek visszatértek Lendvára, és Vas Albert meséivel mutatkoztak be a lelkes gyermekközönségnek. Most Vas Albertnek az Erdők könyve című produkcióját hoztuk el ide, ami Vas Albertnek a Tavak és Erdők könyvéből az Erdők könyve fejezet vagy rész, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek a színpadi változata az attól érdekes, hogy öt mese lett összeszőve. Amit úgy próbáltunk végigvinni, hogy legyen egy főszál, és ez a kislánya Cseperke névre hallgató kislány vonulata, és abban folyamatosan az ő fő történetével haladunk a többi más mesébe is. A társulat vezetőjének elmondása szerint azért esett a választás erre a műre, mivel ez voltaképpen egy teremtés történet, amely bemutatja az erdővilágát, mégpedig a jó és a rossz szemszögéből egyaránt. Aki ismeri Vas Albertet, az tudja róla, hogy azért komoly véleménye van az emberekről, és nagyon-nagyon-nagyon szépen tudja megfogalmazni, hogy milyenek is vagyunk mi. És itt elhangzik a történetben, hogy van a rontó ember, van a gyűjtő ember, és van a látó ember. És hát ki maga eldöntheti, vagy a világ róla, hogy ő hova tartozik. Amúgy a történet alapvetően a jó és a rossz harcáról szól, klasszikus motívumokra építve, tehát van az erdőangyala, aki gyakorlatilag teremtő erővel vír, és vele szemben áll a gonosz, az ős gonosz, a boszorkány, akivel folyamatos küzdelemben vannak, és hát meg kell nézni az előadást, illetve el kell olvasni a mesét, hogy vajon ki győz. A háromfős társulat azon kívül, hogy több szereplőt is alakított az erdei díszletek között, a közönség soraiban ülő gyerekeket is bevonta az előadásba. Én ebben az előadásban azt hiszem, hogy öt figurát játszom, és gyakorlatilag az egyik két főszereplőt, vagy hogy mondjam, a boszorkányt és a cseperkét, és hát azon túl, hogy szellemileg, lelkileg, mentálisan ott kell lenni, fizikailag is ugye állandóan kúszni, mászni, átjönni, bebújni, lebújni, lefeküdni, átöltözni folyamatosan, tehát hogy igen, igénybe vesz, de most már azért nagyon rutinosan, tehát már tudom ennek a csinyát, binyát, hogy hol tudok tartalékolni, és hol kell több energiát beleraknom. A gyerekek az előadás által megtanulhatták, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az erdő az életünkben. A társulat pedig már várja, hogy mikor jöhet legközelebb Lendvára egy hasonlóan tanulságos történettel.